Sziasztok! A mai videóban szeretném elmondani, hogy hogyan is zajlik egy akasaolvasás, és hogy milyen kérdésekre lehet választ kapni az akasából. Először Skype-on vagy Messengeren felveszem a kapcsolatot a klienssel, és aztán a személyi igazolványában jelenleg szereplő neve alapján tudom megnyitni az ő saját feljegyzéseit. Természetesen rákérdezek, hogy hozzájárul-e ahhoz, hogy megnyissam a krónikáját, mert más feljegyzéseiben ugye nem lehet és nem is tudok kutakodni a hozzájárulása nélkül, tehát nem az van, hogy bárki információit csak úgy el lehet olvasni, ahhoz engedélyt kell, hogy adjon hozzá. Ha ez megtörténik, akkor megnyílik a krónika, és fel lehet tenni a kérdéseket, amelyekre a kliens választ szeretne kapni. Milyen kérdésekre tud a krónika választ adni? Bármilyen kérdésre válaszolni tud a krónika, ezt azonban szeretném elmondani, hogy akkor a legcélra vezetőbb az akasaolvasás, ha a kliens pár mondatban elmondja, hogy mi a problémája. A krónika egy gigantikus információhalmaz, olyan, mint Isten internete, és ha a kliens például meg szeretné tudni az életcélját, ez például egy tipikus kérdés, akkor érdemes elmondani, hogy miért akarja tudni, mi vezette oda, hogy tudni akarja, milyen problémák merültek fel az életében, ami miatt ezt meg akarja tudni. Mi nem működik az életében, ami miatt azt gondolja, hogy ha ezt megtudja, akkor ez segítene neki az élete problémájának a megoldásában. Miért fontos, hogy részletesebb kérdéseket tegyünk fel? Azért, mert a túl általános kérdésekre csak túl általános válasz fog érkezni. Engem olvasás közben egyáltalán nem érdekel a kliens problémája, én ugyanis olyankor a kliens lelkéhez kapcsolódom, ahol nincsen ego. A lelkét látom, egy közvetítő vagyok, és a feltétel nélküli szeretet teréhez kapcsolódom. Ezt azért mondom csak el, mert úgy vettem észre, hogy sok ember nehezen nyílik meg. Sok esetben nem merik elmondani, hogy miért kérdezik azt, amit kérdeznek, emiatt azonban maga az olvasás kevésbé lesz hatékony számukra. Sokkal kevésbé fogja megkapni a kliens pont azt az információt, amire éppen szüksége van. Ezért fontos, hogy pontosan elmondjátok azt, hogy miről van szó, hogy a krónika minél pontosabb választ és minél pontosabb megoldási javaslatot tudjon adni arra a bizonyos kérdésre. Mert mindig ad javaslatot, tanácsot, iránymutatást. Tehát a krónika sosem csak egy öncélú információ halmazt ad a kliens részére, hanem minden esetben elmondja a kliens számára a legoptimálisabb, legjobb, leghasznosabb tanácsokat, hogy hogyan lehetne azon a bizonyos dolgon javítani, jobbá tenni, megmutatja a megoldáshoz vezető utat. Mik azok a témák, amelyek elő szoktak jönni a krónika olvasásnál, mik azok, amelyek sok klienst foglalkoztatnak? Általában a családi kötelékek, azok a családi kötelékek, akikkel problémás a viszony ebben az életünkben. Miért problémás a viszony? Milyen karmikus terhek okoznak nehézséget? Életcél. Mi az életcél ebben a mostani inkarnációban? Sokan fordulnak hozzám ezzel a kérdéssel. Ez egy trükkös dolog, mert az emberek azt gondolják, hogy az életcél egy olyan dolog, amit itt a fizikai szinten szükséges megvalósítani, például elmenni Afrikába, és enni adni az éhezőknek, segíteni az emberiségnek. Ez azonban nem így van. Az életcél minden esetben egy pszichológiai cél megvalósítása, mint például fejleszteni a kommunikációs képességünket, az akaratosságunkat lelki erővé átalakítani, a kreativitásunkkal kifejezni magunkat, vagy a félelmeinket életbölcsességé változtatni, a szenvedésünket szenvedélyé alakítani. Ami a trükk az egészben, hogy ennek a bizonyos életcél megvalósításának az eszköze, a kifejeződése lehet az, ha a fizikai életünkben bizonyos dolgokat megvalósítunk. Az életcélről szeretnék majd egy külön videót készíteni, mert fontosnak tartom ezt a témát, és úgy veszem észre, hogy sok a félreértés és a téves információ ezzel kapcsolatban. Előző életek. Erről általában nem kérdeznek direktben az emberek, az előző életeket az emberi kapcsolatokon keresztül mutatja meg a krónika. Ha karmikus kapcsolódásokat nézünk, akkor szoktak feljönni előző életek. Atlantiszi életeket is sokat nézek például, de akár más bolygókon élt életek is feljöhetnek. Csillagmag téma.
Úgy veszem észre, hogy a Föld folyamatos tudatszint emelkedésének köszönhetően egyre többen ébrednek a tudatára annak, hogy ők maguk csillagmagok. Vagyis, hogy miért is vagyunk mi csillagmagok itt a Földön. Ezzel a kérdéssel kapcsolatban voltam már tanúja nagy ráeszméléseknek. Ezért én tényleg mindenkit arra szeretnénk buzdítani ezzel kapcsolatban, hogy derítse ki, hogy ki is ő valójában és mit keres itt, mert ez sokat és nagyot tud lendíteni a spirituális fejlődésén. Aztán egészen egyszerű kérdésekben is sokat tud segíteni a krónika. Például volt egy kliens, aki nem tudta eladni a házát. Ott kiderült, hogy érzelmileg ragaszkodik még a házhoz. Ezért nem jönnek hozzá vevők, akármennyit is hirdeti a házat eladásra. Itt például kiderült az, hogy egy egészen nagy méretű házról van szó, aminek jó néhány szobája tele volt kacattal, és azt javasolta a krónika, hogy kezdje meg a ház kiürítését, a kacatokat kezdje el kidobálni, elajándékozni. Így megkezdődhet lelkiekben az elengedés folyamata, ami segíteni fog abban, hogy feloldja a ragaszkodását, elengedje a házzal kapcsolatos emlékeit, és így sikerüljön eladni a házat. Egy másik esetben például egy fiatal, életvidám, magabiztos hölgynél, akinek kifejezetten jó állása van, kiderült, hogy a súly problémája, mert erősen túlsúlyos, szoros összefüggésben van az önszeretet hiányával. Ezt egyébként neki nehezére is esett elhinnie, mert ennek egyáltalán nem volt tudatában. De mivel ezt ott és akkor megtudta, ezért már el tudott kezdeni dolgozni ezen a problémáján, hogy megoldódjon a súly problémája. Sokszor előfordul, hogy amikor megkapjuk az információt az akasából, akkor még nem vagyunk tisztában azzal, hogy miért kellett pont ott és akkor megkapnunk azt az infót. Egy ismerős hölgyet például Atlantiszon mutatott meg az akasa, aki az akkori életében rendkívül jól bánt az energiákkal és a kezeivel tudott gyógyítani. Kiderült, hogy ez az olvasás indította el őt a mostani életében a gyógyítói útján. Azóta pedig számos energiagyógyász technikát elsajátított, és most szeretné megnyitni a saját praxisát, mert rájött, hogy ő ezzel szeretne foglalkozni. Az olvasás végén, ha a kliens szeretné, akkor behívjuk a kliens szellemi vezetőjét, tőle is lehet kérdezni, vagy csak meghallgatjuk, hogy milyen üzenetet szeretne átadni a kliens számára. Ezt általában nagyon szokták szeretni a kliensek, mert ez az üzenet nagyon személyes. Ezután természetesen bezárjuk a krónikát. Ha a kliensnek van még kérdése az elhangzottakkal kapcsolatban, akkor azt ilyenkor van lehetőség megbeszélni. Amennyiben szeretnétek bejelentkezni hozzám és kérni az egyéni olvasásatokat, akkor azt a honlapomon tehetitek meg, aminek a címe fehérkatalin.com. Most búcsúzom, szép napot nektek, sziasztok!